Sziasztok! Rengetegszer megkapom azt a kérdést, hogy hogyan lehet érzékelni, hogyha egy mob meghal. Nem tudom, hogy vannak-e róla a neten videók, de szinte biztos vagyok benne, hogy vannak, hiszen jól látszik, hogy ez egy gyakran előjövő kérdés, úgyhogy tutira más is csinált róla videót, vagy legalábbis valami fórumon megkérdezték, ahol válaszoltak rá. De sajnos még mindig sokan lusták maguk utána járni, és inkább írnak e-mailt. Szóval úgy döntöttem, csinálok róla egy videót, biztos, ami biztos, meg hát mondhassam majd azt, hogy már csináltam róla a videót, nézzél körül. Ugyebár mindenki ismeri a test for parancsot, így kell leírni a test for, és utána is selectort kell írni, ami ugye úgy kezdődik, hogy kukac, és valami A, az ugye az összes játékos, az E, az összes entitás. Na most olyan parancs nincs, hát különben nem jön ennyi kérdés, ami azt teszteli, hogy ugye nincsen ilyen mob. Viszont van olyan, ami azt teszteli, hogy van-e. Tehát csak meg kell fordítani a kimenetet. Hogy amikor ez lefut, amikor megtalálja a mobot, akkor azt megfordítom, hogy ne aktiválja a command blockot. Amikor viszont nem sikerül lefutnia, akkor aktiváljon egy command blockot. Pár videóval korábban mutattam, hogy hogyan lehet jelfordítót csinálni fáklya nélkül, de ugye régen az volt a módszer, hogy fáklyával. Most már lehet sokkal okosabban is. Na, adok is magamnak egy command blockot, méghozzá ilyen ismétlőset. Már előre adok magamnak ilyen chain command blockot, már arra is szükség lesz majd. Test for kukac, ez minden entitás, itt írja is a legalsó sorban, hogy ez minden entitás. Most hát nyilván nem az összes entitást akarjuk tesztelni, csak kifejezetten egyet, mondjuk a boss-t, ugye jellemzően ott szokott ilyesmire szükség lenni. Ezt a boss-t megjelölhetjük valami taggel, sőt az a legjobb igazság szerint, mondjuk egy boss taggel. Csináltam korábban videót, hogy mi ez a tag, hogyan lehet használni. De én most az egyszerűség kedvéért maradok a type-nál, azaz, hogy milyen entitás legyen. Creeper. Ez a command block, igen, ha always active-re állítom, akkor azt nézi, hogy van-e creeper. Ide rakok egy másikat, say a... Ja igen, és ezt conditioner-re állítom, hogy csak akkor, hogyha van. Így. Most nincsen creeper, ezért nem csinál semmit. Most ahhoz, hogy ezt megfordítsam, szükség lesz még egy command blockra. A második, amiben most a say a van, az nem ezt fogja csinálni, hanem tesztelni fogja, hogy az előtte lévő az ugye nem futott le. Ez ugye a test for block parancs. Most nem is tudom, milyen irányban van tőle. Aha, Z negatív. Akkor ide mínusz egy. És ez a success count nevű tag. Ha ez nulla, így, né? Akkor írja ki azt, hogy say a feltételes, hogy csak akkor, hogyha sikerült a teszt. És done. És elírtam a parancsot, mert azt nem írtam bele, hogy milyen command, vagy milyen block. Egy repeating command block, és mínusz egyet írok, nem érdekel, hogy milyen irányba áll. Így. Utad is nyomja a chatet. Ott van az a szürke üzenet a command blocktól, azt is kikapcsolom. Game rule. Command block output false, ezt is rengetegszer megkapom. Így ki lehet kapcsolni, és akkor már nincsenek szürke üzenetek. Hogyha pedig van creeper, most lerakok egy creepert. Így. Most megállt az üzenet. Sorozat, és ha kinyírom a creepert, akkor megint elindul. Ennyi. Persze valószínűleg, főleg hogyha bossról van szó, akkor nem az egész pálya alatt futnia kell ennek a rendszernek, hanem csak akkor, amikor elindult a harc, amikor megidéződött a creeper. Ehhez ugye az kell, hogy ezt például átállítom arra, hogy reston kelljen neki, most nem fut, és hogyha megidézem a creepert, ezt is átállítom neki always active-re, ezt ugye a blockdata parancssal lehet. Lerakok egy command blockot, ez fogja megidézni a creepert, ide a command block felé. A másik parancs pedig ezt fogja elindítani, írok ide egy blockdatát. Ennek a tagnek az a neve, hogy auto. Hogyha egyre állítom, az always active. Így most fut, ugye teleszórta a chatet, ha pedig nulla, akkor kikapcsolja, most megállt, nem pörög a chat. Szóval erre a parancsra lesz szükség, bemásolom ide, kész. És most aktiválom ezt a command blockot, ugye megidéz egy creepert, aztán beindítja azt, ami teszteli azt, hogy ugye még él a creeper. Persze a pályán ide nem azt írod, hogy szélja, hanem valami tarot, és valami szép szöveg, vagy teleport, hogyha el kell teleportálni játékost, vagy ha ki kell nyitni egy ajtót, akkor az. Szóval megnyomom, ott a creeper, most ugye közben fut, itt always active lett, hogyha most megölöm a creepert, akkor teleszórja nekem a chatet. Ha meg kikapcsolom, ugye addig mehetek a pályán, most nincsen creeper, de nem is fut. Ennyi. Akik nem látják még át a rendszereket, vagy kevés tapasztalatuk van, nem is tudom, azok megcsinálhatják azt is, hogy reston blokkot raknak ide mellé.
Meg tulajdonképpen egy fokkal átláthatóbb is a rendszer, hogyha ide reston blokk van, és akkor, hogyha letesztelem, utána ugye könnyebb resetelni, csak kiütöm a blokkot, és akkor nem fut. Persze egy fokkal szebb megoldás, hogyha a command blokknak ezt az autó tagjét állítjuk át. Szóval igazából ennyi, és itt megjegyezném, hogy bármi, aminek az ellentétét szeretnétek tesztelni, az így működik. De ezt már mutattam igazából egy másik videóban, az erről szólt volna tulajdonképpen, csak ott nem azt teszteltem, hogy van-e entitás, hanem hogy a játékosnál van-e a tárgy. Tehát ugyanaz, csak egy parancsot kellett volna lecserélni. Szóval gyakorlatilag megint azt a videót csináltam meg, csak itt pár karakter változott. Szóval a parancsok ott lesznek a leírásban, ennyi, nem tudom már igazából tovább ragaszni, már szerintem így is túlmagyaráztam. A kézikönyv óvjon.